bánatod, egyen meg a szívedet, drágaságom. Mi a picsa van itt? Nincsen vizet? Ó, egyen a szívet. Mindjárt adok, csak várjál már meg, hogy bezárjam az ajtót. Szezám, zárulj! Na, kiskutya. Szét van itt baszva, papucs. Szétrágtad, vagy mi a picsa van itt? Ideges voltál. Pedig nem is mentem messzire. Jó van. Jó van. Sötét fenyves. Na mi van itten, porszívózni kell ma is? Már ez a mániám, hogy minden nap azért porszívozok, azért mert találok három szem porszemet a szőnyegen, és akkor már mindjárt Józsikának az egész lakást föl kell porszívozni. Azért a három porszemért. Na de hát ez az én egyéni szociális problémám egyike. Ez a takarítás betegség agyfasz. Szóval erről nem lehet tenni. Ilyen vagyok. Kiskutyám, most ne bazd már. Mondjuk úgyis mindjárt ágyazok be, úgyhogy most már mindegy. De ezt is itt széthánytad, hát én nem hiszem el. Ezt tényleg nem hiszem el. Egyszerűen ez már kicsit sok. Ez már sok. Tudod? Süt a nap. Gyönyörű az idő. Hawaii DJ napfény. Hol vettök? Pont nem oda raktam a kamerát, ahol szereplek. Ugye, régen volt már vlog videó. Sok a panasz beküldő. Úgyhogy mondom, most már akkor csinálok valamit. Próbálok, de hát látjátok, hogy nincs idő most se. Éppen a kamerára koncentrálok, hanem arra, hogy intézem a dolgaimat, mert hát videózni persze, hogy kell, csak hát kurvára nincs rá ideje az embernek, tehát ilyenkor az van, jön a B-terv, hogy videózik, közben csinálja a dolgait, a nap mindennapi részeit. Mert hát nem lehet unatkozni, mert mindig van mit csinálni. Egyébként pont tegnap beszéltem egy csajjal egy buszon. Azt mondja, kis csaj azt mondja, hogy hát de ti mit tudtok egész nap csinálni a panelba? Azt mondja, nekünk van kert, meg ház, meg kutyafasza. Mondom, figyelj ide, kicsi csillag, mondom. Szerintem többet dolgozok, bazd meg, én naponta a panelba, mondom, mint ti a házba, mondom, mert szerintem te kimész a kertbe. Összeszeded a macskaszart, meg levágod a füvet, szerintem azon kívül te semmit nem csinálsz. Mondom, én megmondom, a panelba több dolgot lehet csinálni, mondom, mint kint egy izében, mert mondom, itt én nekem minden nap avval kell kezdeni, beágyazni, felporszívozni, portalanítani, mert igen, hát panelban ez mindennapos dolog, hogy portalanítás bazd meg, mert persze nem muszáj megcsinálni, csak akkor egy hét múlva úgy fog kinézni a ház, mint ha valami patkányfészek lenne körülbelül. Tehát, hogyha minden nap nem portalanítom le a kis izével, ebben a szarral, rongyal, meg a kis prontóval, akkor bele lehet szarni az egészbe, mert akkor egy hét múlva úgy fog kinézni a ház, mint egy trágyafészek. Tehát ezt minden nap meg kell csinálni, minden nap felporcivozni, leportalanítani, beágyazni, minden héten kitakarítani a kis jószágot ott a üzébe, teráriumba a kutyát ellátni, enni adni, inni adni, levinni, sétáltatni, mert ez nem olyan, mint hogy hát akkor kiengedem a kertbe a kutyát, az hadd szaladjon. Itt sétáltatni is kell, mert kutyafaszom minden. Fölvilágosítottam, hogy több dolgot, több... Tehát nekem kevesebb szabadidőm van itt a panelban, mint neki ott kint a kertbe. Mert ugye azt gondolja, hogy hát itt nem lehet, persze, hogy nem muszáj, persze lehet egy panelba élni, azt le van szarva az egész, patkányok maszkálnak össze-vissza, nem nézi azt senki. Persze, hogy mindent lehet csinálni, csak akkor bele lehet szarni az egészbe. De mit kopálsz? Látjátok, itt is már szerelnek, meg újítják a házat. Már hónapok óta csinálják fölöttünk, ha újítják a lakást.
Új ajtó. Új ez, új az, új tapéta. Új bútorok, az egész, én voltam fönt. Szét van, mintha egy bebaszott honnan egy atombomba körülbelül olyan, mert még egy festékcsík nincs a falon, mert azt is lekaparták, meg minden. És az egész úgy néz, tehát tök gáz az egész, mintha bebaszott honnan egy atombomba körülbelül úgy nézett ki egy hete, vagy egy hónapja. És most voltam fönt, hogy úgy nemrég. Úgyhogy most csinálgatják, fúrnak, faragnak. Úgyhogy ez már egy hónapja így megy. Csak nem tudom, hogy mi tart egy hónapig. Mondjuk, hát jó lehet, hogy tényleg akkor mindent kicserélnek. Mert még ha jól láttam, még parkettáznak is. Mert ugye ez lenne az alapparketta, amit itt láthattok. Minden házba, minden lakásba ilyen izé van. Ez az alapparketta. Csak gondolom, ők ezt fel is szedik. Vagy nem muszáj felszedni. Mert ha okosabbak egy picit, akkor szerintem elég csak rárakni egy izét, egy réteget, és akkor aztán rakhatják rá a modell parkettát. Mert ez tényleg, ez még fából van meg minden, ez teljes fa. Na de hát, amiket most lehet kapni mai világba a boltokba, tudjátok, ez a puzzle, ez az összerakható parkett, ami szétcsúszik 2 másodperc alatt. Azok nem láttak fát soha. Azok csak ilyen műanyag lapocskák, amiket így össze lehet pattog. Jó néz ki, nem arról van szó, kurva jó néz ki meg minden, meg szép meg minden. Na de... azon kívül nem nagyon praktikus. Igaz, kis kutyám? Kis kutyának a szíve. Kérdezitek, hogy miért nem veszem le a napszemüveget. Egy, ez azért, mert nyár van. Kettő, mert minek vegyem le, mikor 2 perc múlva megyek megint ki az utcára, azt akkor megint vegyem fel újra, vagy mi a picsa. Azt akkor már lakásba is inkább magamon hagyom. De egyébként tegnap bent voltam a dohányboltban. Most elkezdi a csávó. Kér tőle meg személyt. Mondom, semmi akadálya, mondom, itt van. Azt mondja, meg a napszemüveget is vegyem már el, légy szíves, mert kitakarja a fél arcomat. Hát mondom, egy, mondom, az a lényege. Kettő, meg mondom, leveszem. De mondom, mondom, akkor ingyen adod a terméket, hogyha van alatta még egy szemüveg. Ezt elkezd röhögni a csávó. Mondom, tessék, mondom, leveszem, de mondom, itt van rajta még egy szemüveg alatta. Mondom, azt is vegyem le? Ezt elkezd rölgni a csávó. Azt mondja, jó, hogy nagy poém, nem is így mondta, hogy poémester. Mit is mondott? Nagy mókamester vagy te, azt mondja. Csávó nekem. Hát mondom, miért? Hát én mondom, csak feldobtam a napodat, mert gondolom, nem szoktak veled annyira mondani poénkodni. Sok függőt mondom, csak kiszolgálod. Állnak sorba, mint a zombik, bazd meg a dohányért. Sok függő, mondom. Mondom, jöttem, mondom, szórakoztatni a népet. Mi a picsa volt ez? Mi esetlen? Ja, azt hittem, már valami leesett. Mert múltkor leesett. Ajzé. Mutatom mi. Vagy lecsöpögött, vagy mi, hogy mi hívják ezt. Itte. Ezt kérlek szépen nem én csináltam. Látját? Nem tudom, mennyire látjátok ezt a geziséget itt. Kérlek szépen, ugye újítják fölöttünk a házat, és gyönyörű szépen itt a csőrendszeren, itt lehet látni ezt a szürke csíkot, gyönyörű szépen onnan fentről a bűnök picsába, egyébként be is van szigetelve, mert mi beszigeteltük. Na de hát mégis talált valahogy rajta egy lyukat, és azon szépen átfolyt az egész, és csak akkor itt lefolyt. És most gondolj bele, itt lenne valami bútor, vagy fontos hivatalos papír, vagy valami, szétfolyik, ráfolyik, kifizeti ki a kárt, senki. Mert ők újítják, bazd meg a házat, kurva jó, hogy felújítják, a miénket meg elbasszák. Tehát praktikus, tehát tényleg jó dolog. Újítanak fönt, tök fasza lesz minden, itt meg le van szarva ez a ház. Ugye, múltkor a beázás, most ránk zúdul a beton. Mondom, mi lesz még itt, anyám, mondom, földrengés vagy hazajövünk, azt nincsen mennyezet, vagy mi van itt?
Mondom, mikre lehetnek még ezután számítani? Mondom, a beázáson kívül, meg a beton, most múltkor a beázás, most meg a beton csöpög ránk. Hát mondom, mi lesz még itt, bazd meg, mondom. Mondom, gondolj már bele, mondom, ott lett volna valami ágy, vagy ott feküdt volna valaki, azt éjszaka meg csöpög a fejére a beton, vagy mi az Isten, az megkövesedik, azt nem fog főkenni soha többet, vagy mi a picsa? Nehogy ők dolgoznak, meg ők betonoznak. Apátok büdös faszát! Megvagytok ti baszva. Mert hogy ők ott dolgoznak. Hát dolgozzanak, de akkor úgy dolgozzanak, hogy normálisan. Vagy csinálunk valamit normálisan, vagy sehogy. Borzasztó, bazd meg. De nem borzasztó? Hát ti is kiakadnátok. Hazajössz, az előtt elönt a beton, bazd meg, mert fönt újítják a házat. Hát meg jó, hogy nem 10 liter jött le, bazd meg. Azt az egész konyha elázott volna a betonba. Hát borzasztó. Vagy be se tudtam volna menni a konyhába, mert egy nagy beton ízé lett volna, fúrni kellett volna, kapálni kellett volna benne a lukat, bazd meg. Hogy be tudjak menni az ajtón, vagy mi a picsa? Borzasztó, hogy mik vannak. Mert hogy ők újítanak. Hát semmi probléma nincs ebben, csak úgy újítsanak, hogy ne csináljanak kárt. Úgy nem lehet felújítani valamit, hogyha nem csinálsz kárt. Borzasztó aznak, hogy mik vannak, hogy mik vannak. Úgyhogy mondtam anyának. Mondom, szerintem jobb lesz, ha lehívjuk őket, ha már ott újítanak, akkor itt is felújíthatják az egész lakást, ha már itten annyira leszarták itt az egész munkálatokat, mondom. Jöhetnek, mondom, szépen lefestik a csövet, úgyis már sárga egy kicsit, mert a betont végigcsöpögtették rajta, szépen lefestik a csövet, ezt itt föl lehet baszkurálni nekik, sőt, ki is metlakizhatják az egészet újra, szedhetik föl. Mondom, ha már itt vannak, szerintem a konyhát is lefesthetik, hát nem, hát ha már újítanak, akkor már akkor itt is újítsanak, ha már szétbaszták a házat. Hát most érted? Na nehogy már. Hát mi a picsa folyik itt? Igaz, kiskutyám, egyem a szívedet, drágám, neked van a legjobb dolgod, de még mindig nem adtam vizet. Vagy adtam? Nem adtam, csak akartam. Hát miért nem ugatsz rám, vagy miért nem haragsz bele a bokámba, hogy te hülye gyerek, ne felejtsd el a vizet adni nekem. Hogy baszolj ketté. Megijedtetek? Én is. Én is megijedtem. Edényt is elhajítottam, a kutyatálat. Kutyatálat is elhajítottam, még a GoPro is leesett. Jó van, kis kutyám, nincsen semmi baj, itt a friss, finom vizecske. Tápot most nem kapsz, mert reggel már ettél. Majd délután fele meg este fele majd még kapsz. Mert azt mondják, hogy... Vagy hogy mondják? Pont, hogy este nem szabadna enni a kutyának, mert azt mondják, hogy ha... Ez egy ilyen szokás, azt mondja, hallottam valahol még régebben, hogyha jó, de nem ide panelba szól ez, hanem kint a kertbe. Azt mondják, hogy este nem szokták már etetni a kutyákat, mert akkor jól laknak, azt akkor aludnak, nem pedig őrködnek, pedig pont este kéne, hogy őrködjenek. Míg az emberek aludnak. Na és most ez hogy jött ide egyébként? Nem tudom már én se. Mit akartam? Sok mindent, azt tudom. Akkor csak föl kell megint porszívózni, mert három szem morzsa ott a földön, bazánk. Majd ezt itt letakarítom. Na de most beágyaztam, akkor kitakarítom a kis jószágot. Van elég forgács, mert én elébb ott voltam az állatkereskedelembe, bazánk. Ez ki van írva, hogy ebédelni mentem, rögtön jövök. Oké, ebben nincsen semmi probléma. Csak oda van írva, hogy ekkor meg ekkor jövök. Hát mondom, ekkor meg ekkor, mondom, ez egy fél óra múlva lesz, én fél óráig csak ne álljak. Na ott a üzlet előtt, ki volt írva egyébként a telefonszám is. Gondolkoztam is rajta, hogy felhívjam-e a csajt, vagy ne. Á, de mondom, nem zavarom, mondom, hagyj egyen nyugodtan, mondom, le van szarva, mondom, akkor elég az a forgács, amennyi itthon van. Majd a jövő héten megyek érte. Nem fogok mostantan fél órákat állni.
amikor fél óra alatt 8 óra hazaérek meg vissza. Megmondom zaklatni is fogom, én most nem fogok itt hívogatni, mondom senkit. Inkább jövök haza, az bele lehet szarni az egészbe. Úgy látom a szemetes most nem kell kivinni, ahogy elnézem. Abba még fél. Na így áll már, nem is itt áll még, hát ott a finom friss víz most adtam. Akkor ezt kitakarítom, felporszívózok. Hány perce videózok? 15. Azt mondjátok, hogy 10, hát meg az én kukámban is fél rendesen. Sok minden. Úgyhogy tegnap elmentem a Tesco-ba. Vettem ilyen aloe verás kurva anyját. Ha már elmentem, mondom, akkor nem veszek semmit, hanem akkor inkább veszek egy ilyet. Na ezt jó meg fogalmaztam, mi? Nem veszek semmit, akkor veszek egy ilyet. Hú, de fasz vagyok. Szóval elmentem valamiért, de nem volt az, amit én akartam, ezért mondom, akkor nem megyek ki üres kézzel, hanem fogok egy ilyen kurva anyját, azt megiszom. 400 forinté. Aloe verás trutyik úszkáltak benne. Hát régebben ittam már ilyet, de az akkor volt, mondom, akkor újítjuk meg a ízlelő bimboimat, megújítottam, és akkor újra megkóstoltam. De egyébként én szeretem, nekem nincs bajom ilyen, különösebb bajom nincs vele. Sokan mondják, hogy jaj, mert tele van ilyen aloe verás trutyikkal, meg úgy néz ki, mint a fika. Szerintem jó. Tudjátok, ez a cuccos-muccos. Benzinkúton 800 forint, Tesco-ban meg 400. Jó, de hát a benzinkúton minden kétszeres áron van, ezt tudják, mert még a Túró Rudit is ilyen 300 forintért adják, mikor 100 forint, meg 120 forint a boltba. Kétszeres, meg háromszoros áron adnak minden nyilván a benzinkúton. Ezt mindenki tudja. Jó. Mit akartam még itt ilyen? Ezt összecsomagolni. Jött a szavazás, vagy mi ez? Tudjátok, Nemzeti Választási Iroda, húha! Kedves polgár! Választópolgár! Most már választópolgár vagyok. Tegyem a szívemre a kezemet. Betöltöttem az évemet. Most már mehetek én is választani, meg szavazni, meg apátok büdös picsáját! Megvagytok ti baszva! Ilyenekre basszák el a pénzt. Hát aki el akar menni, az anélkül is elmegy, hogy nem tud, nem kell élni ottanna. Hogy mondjam? Nem kell itten borítékozni, meg büdös Isten faszom, mert aki el akar menni, az úgy is elmegy, aki meg nem akar elmenni, az úgy sem megy el. Nem kell itten borítékozni. Mert 20 forint a boríték, meg 20 forint, ami benne van papír, meg még a tinta, 50 forintot kidobnak emberenként, a fölösleges dologért, nemhogy azt az 50 forintot inkább a szegény gyerekeknek odaadnák kajára. Ott van 2 milliárd forintot országszerte, 2 milliárd forintot basztak el azért, hogy a népet oda izélik, hívják. Mikor a nép úgy is el fog menni, hogyha érdeke, hogyha érdekli a szavazás, hogyha meg nem, akkor meg úgy sem megy el, tehát tök fölösleges 2 milliárd forintokat kidobni a kukába. Tehát azt a 2 milliárd forintot el lehetne osztani jobb célokra is. Támogatásokra, erre, arra, amarra, kórházakba. Hát bazd meg, elmentem valamelyik héten izébe, vérvételre, azt elküldtek. Azt mondják, nem csinálják meg a vérvételt, mert nincsen tűre pénz. Mondom, mi van? Mondom, ennyire szar az egészségügy? Hát mondom, mi van? Meg lehet akkor halni, mondom. Ha egy egyszerű kis vérvételt nem vállalnak vizsgálatot. Azt mondják, nincs rá pénz, mert ez ilyen speciális vérvétel lenne. Nincs rá pénz, azt mondja. Hát 8000, ott van benne egyébként. 8000 forint lenne. Saját erőből. Az, hogy egy ilyen allergia kurva anyját megcsináljanak. Vérből. Azt mondja, nincs az államnak pénz rá.
Mondom, mi van itten? Mondom, ha már egy kurva vérvételre nincs pénz. Hát mondom, akkor hogy akarnak agyműtétet csinálni, ha mondom, egy rohadt tűre nincs pénz, bazd meg. Hát én beszarok. Hogy nem is a tű a drága, hanem az az anyag, amivel kimutatják, hogy most páciens mire allergiás éppen. Az a drága, az az anyag. Na de hát, hogyha arra nincs pénz, akkor tényleg, hogy akarnak egy agyműtétet megcsinálni. És akkor ilyenkor szokott elgondolkozni az ember, hogy itt valami nem jó. Na az egy dolog, hogyha a tévébe ezt hallja, hogy ez meg az van. De tényleg elmegy az emberbe, az meg is elküldik. Úgy, hogy nincs pénz. Vizsgálatra. Szégyen. Szégyen a magyar embernek. Na, szégyen. Borzasztó, hogy mi folyik itten egyébként. Ez maga a pokol egyébként. És érted, 2 milliárd forintokat bazd meg, elbasznak. Papírra, meg tintára, meg reklámhirdetésekre. Milliárdokat elbasznak. Miközben a egészségügynek bazd meg nincs pénze tűre. Most ezt magyarázd meg nekem. Hogy akkor ez hogy működik? Tehát ez borzasztó. Jaj, de hülye vagyok, én meg már itt ragasztom fel ezt a izét. Mikor ezt előtte le kéne venni. Ugye? Mert tegnap ez is bazd meg, egyszer csak elszállt itten a éjjeli lámpám. Oltanám fel, meg minden. Egyszer csak egy ilyen villanás. Mondom, bazd meg, itt kiégett az izzó. Hát előregedett, na. Kész, vége, 600. Mi kell nekünk? Valami még kell nekünk. Néhaj. Úgyhogy nem tudom, mi lesz még itt. Ebben a világban. De borzasztó nap. Tehát ez tényleg borzasztó egyébként. Na, kitakarítom a kisrényt, aztán főpor szívózok, esetleg még tényleg leportalanítok, hogyha lesz rá egy kis idő. Aztán én is most már szeretnék nyugodtságba helyezni magamat, mert egész nap idáig még csapakoltam, meg takarítottam, meg rohangáltam ide-oda-amoda. Még egy nyugodt percem nem volt, még egy fél órán jó volt egyébként. Annyi idő volt, ameddig megebédeltem. De itt is, mik ezek a szezámmagok? Nem is ettem szezámmagot tegnap. Az szét van szórva, itt ilyen szezámmag, meg tök maggal az egész ház. Mi van itt? Meccs, vagy diszkó, vagy mi a picsa? Tiszta izé. Pudikám, tehettél itt valamit? Vagy mit csináltál te itt? Ha megborondítod a népet. Már én is majd szédelgek, mint gólyatos elevegé. Most tudom már mihez nyúljak. Bázd meg. Ez közben zacskó kéne. Szédelgek össze-vissza. Azt sem tudom, hogy merre induljak. Előre vagy hátra. Jaj, kutya, kutya. Mi lesz így velünk? Mondjuk, ha már ezt a forgácsot viszem ki a szemetesbe, akkor ennyi erővel már az egész szemetes kivihetem. Összeöntöm a kettőt, azt akkor legalább spórolok is egy picit. Igaz, kis kutyám? Egyem a lelked. Igen. Ez micsoda ottan? Szóval a széjjel van benne minden. Jó vanna? Jól vanna? Ú, bassza meg! Ennyi forgács van. Én nem tudom, hogy elég lesz-e, hát reményeketek benne. Ha nem, akkor így jártam.
Akkor így jártunk, kutya. Tudod? Tudod, hogy akkor így jártam? Na nézzük. Indul a mandula. Indul a mandula. Na, jó reggelt! Gyerünk, gyerünk ki az ágyból. Álmodsz még, vagy mit csinálsz? Álmodik a kislény. Jaj, de aranyos. Na, rakjuk ide bele. Szépen, óvatosan. Ezt takarítsuk ki gyorsan. Egy másodperc alatt az egészet. Kész vagyok a Na már a kész vagyok, felporszívoztam, kitakarítottam a kislényt, letakarítottam a bútorokat. Kész, vége, 600. Kész, vége, 600. Na, úgyhogy ezeket még elrakom. Na, csókolat ide.